A magyarok. Следующие наступают представители Magyarske. Next to skate. Representing Hungary. Vannak ott szép számmal magyarok, ahogy itt az ovációból hallom. És egyébként ők maguk is azt nyilatkozták, bár Tóth Ádám nem volt nagyon feldobva a kötelező után, de Barta Krisztina azt nyilatkozta, hogy nagyon örülnek, hogy ennyien szurkolnak nekik, és hogy tényleg szép számmal mentek ki magyarok. Hát azért Zágráb közel van, és aránylag nem volt drága a jegyse, a belépő jegyse, úgyhogy gondolom, hogy sokan kimentek. Egy dél-amerikai inka tánc. Nagyon fiatalok ők is, 16 éves mindössze Barta Krisztina, 22 Tóth Ádám, és ez az első felnőtt, igazi nagy felnőtt megmérettetésük az idei Európa-bajnokság. Junior világbajnokságon voltak korábban, ott nem tudtak az első 10 közé kerülni, viszont a felnőttek között ez az idei nyilvánvalóan nem lehet más, csak a tapasztalatszerzés éve, és tekintve, hogy 25-2-s van, és ők ebből a 21. helyen állnak, a világon semmi sem veszélyezteti azt, hogy kürt is fussanak majd holnap. Ádám nagyon sok a egyéni korcsolyázó volt, és ez mondjuk a forgás kombinációjukban meglátszik, mert nagyon szép libelle forgást csinált, amit táncosoknál nagyon ritka egy fiútól, hogy a fiú forogjon szépen és libellében forogjon. Ami gyengébb volt, az a kör alakú lépéssoruk, mégpedig azért a kör alakú lépéssornál elő van írva, hogy minél többet tánctartásba korcsolyázzanak. Ők nagyon sokat voltak külön a kör alakú lépéssorban, és ahol tánctartás volt, ott is inkább derekánál fogta, tehát szembetánctartás, itt is most teljesen külön vannak elég hosszú ideig, szembetánctartás szinte nem is volt a lépéssorban. Ettől egy kicsit könnyebb nyilván. Egyébként azt tudod, hogy ez az inka zene, ez honnan jött? Nem tudom. Az inka tánc? Mert nekem az az érdekes, hogy miután Cortezék, vagy nem is tudom kik arra jártak, hogyan maradt fenn egyáltalán, hogy az inkák milyen táncot táncoltak? Vagy egyszerűen ez csak egy dél-amerikai jellegű néptánc? Számomra meglepő volt, hogy pont ezt választják, mert szinte az egész mezőnyben nincs
még valaki, aki inka táncot választott volna. Inkább elment a mostani mezőny a cigánytánc, a különböző orosz táncok felé. Flamenkót elég sokan táncolnak, de dél-amerikai inka táncot szinte rajtuk kívül senki. Arab táncot fogunk látni, azt is többen táncolnak. Igen, hát az mind nagyon karakteres táncok, tehát akár egy cigánytánc, akár egy flamenco, nagyon-nagyon karakteres tánc. Ebbe az inkába meg, hát most kilátott inkát táncolni, tehát sok minden belevihető. 24,55 a technikai pontszámuk, ennél voltak jóval alacsonyabbak is, 15,86 az előadás. 24-55, az azt jelenti, hogy picit jobbnak látták őket a flamenkózó svájciaknál. Összességében 40,41%-ot kapnak, úgyhogy a svájciak előtt vannak. Közelebb jöttünk. Mondja Nagy Sándor, az ötödik helyen vannak ezzel. A svájciakat nem tudják megelőzni. Itt az originálban jobbak voltak, de a kötelezőből a svájciak hoztak jobb pontokat. Nekik egy pici szerencséjük volt azzal, hogy Grebenkináik elestek, és ezzel visszalépni kényszerültek, mert ők elvileg előttük voltak.